Egy igazán helyi és aktuális témával foglalkozunk ezen a héten. A szúnyog a fő téma. Vendégünk Németh István, a Baja Marketing ügyvezető igazgatója, valamint Telek Zoltán, a Városháza referense. Tartsanak velünk! Ha választhatnának az urak, melyiket választanák, a kánikulát vagy a szúnyogot? Az idei nyár főszereplőjének. Nagyon nehéz ez a választás, mert egyik jobb, mint a másik. Én azért a kánikulát választanám, a szúnyogok az engem nagyon szeretnek. Egyértelműen kánikula, mert az ellen jobban tudunk védekezni párakapukkal. A szúnyoggal szemben azért nehezebb, folyamatosan harcban állunk, de hát úgy látom, hogy a kánikulát sokkal könnyebben le tudjuk küzdeni. Én azt hittem, hogy új kérdést kérnek majd a vendégeim, és akkor megakadunk. De ha már szóba került, hogy harc. Ez egy háborús helyzet? Vagy harci helyzet? Lehet mondani, hogy harci helyzet van. Nagyon sok a szúnyogba jár. Ugye ennek részben természeti oka van, a gemenc, mert nagyon sok a szúnyogkeltető hely, és ugye nem régen volt egy kisebb árhullám, ami eléggé kihozta a vizeket, pangóvizek keletkeztek, állóvizek keletkeztek. Ugye nem régen esett eső is, ennek még mindig vannak felelhető nyomai, illetve a szintén az eső által létrehozott kis tócsákba, pocsolyákba rengeteg szúnyog kell ilyenkor. És ugye amire nem is gondolnak sokan, hogy az ilyen kisebb elhagyatott helyeken, például autógumik belsejében megmarad a víz elég sokáig. Ott azért szúnyog is kell ki rendesen. Tehát nem egyszerű a helyzet, nagyon sok szúnyog van. Ugye június 14-én volt egy szúnyoggyérítés. Ez 2013 óta a katasztrófavédelem feladata, tehát nem önkormányzati feladat. Volt egy szúnyoggyérítés, de a lakossági jelzések meg tapasztalatok, saját tapasztalatok alapján is azt mondom, hogy mérsékelt volt az eredménye, illetve a sikere, és ez nem is biztos, hogy a szúnyoggyérítés hibája, hanem egyszerűen így alakultak az időjárási és egyéb körülmények, hogy nem sikerült ezt rendesen megoldani, még annyira sem, mint tervezték. Sok a szúnyog a klubban, a Petőfi szigeten, meccsnézés közben? Mindenhol, tehát tényleg szó szerint háborús helyzetek vannak. Folyamatosan próbálunk védekezni, hiszen ahogy kollega úr is mondta, igen, tehát nem volt annyira sikeres ez a gyérítés. Mi most már bevásároltunk rengeteg fáklyát, ugye ez a standard egyik védekezési eszköz, illetve beszereztünk egy ipari nagyságú szúnyog csapdát, ami 1500 négyzetmétert lefed, tehát például ha a kerti mozit, vagy a foci EB helyszínét nézzük, akkor le tudja fedni, úgyhogy próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy élvezhető legyen. Sőt, hát most például a foci EB-n még sprét is kihelyeztünk, hogy aki úgy gondolja, akkor le tudja magát fújni szúnyogriasztóval. Mennyibe kerül egy ilyen szúnyogcsapda? Ez a szúnyogcsapda, ha a piaci árát nézzük, akkor 40 ezer forinttól kezdődik, viszont sikerült egy jó üzletet nyelbe ütni a piaci gazdaboltal, és így olcsóbban kaptuk meg. Az összes eszközt olcsóbban kapjuk meg a piaci árhoz képest. Itt kell elmondanom, hogy amikor ez a felvétel készül, az ugye szerda délután, úgyhogy a nézőink abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy egyből tudják kontrollálni, hogy ezen a héten a szúnyog gyérítés, illetve írtás milyen eredménnyel zajlott, hiszen szombat éjfélig minden este lesz egy ilyen. Így van. Ugye a jelzések alapján az önkormányzatnak lépni kellett, és megrendeltünk, az önkormányzat rendelte meg, nem a katasztrófavédelemtől, piaci szereplőtől egy szúnyoggyérítést, ami szerdán kezdődik, szerda, csütörtök, péntek, szombat. Azért van benne, mégiscsak három napig fog ezt tartani, vagy három nap alatt fognak végezni, de péntekre egy masszívabb hidegfrontot jeleztek, tehát lehet, hogy akkor nem fognak tudni szúnyoggyérítést végezni, mert hát sok technikai feltétele van ennek,
szélsebességtől, széllökésektől, időjárt, tehát hőmérséklettől is függ, hogy mikor indulnak neki. És egy tartaléknapot kértek, illetve hát ez mindig is szokott lenni esőnap. A szúnyoggyérítésben is előfordul, de reméljük, hogy ez alatt a 3, illetve 4 nap alatt egy kicsivel jobb eredményt tudunk elérni, mint a katasztrófavédelemnek által megbízott konzorcium szúnyoggyérítése. Egyébként van Baján szúnyoggyírtó vállalkozás? Van. Mert korábban van. Úgy tudom, hogy a kommunálisnak például saját szúnyogágyúja is volt még egykoron. Régebben. Lehet, hogy 15 évvel ezelőtt. Régebben volt, az egy elég környezetkárosító technika volt, ez a gázolajos melegkötképzős eszköz. Hát ilyet már nem lehet működtetni. Van Baján egy cég, aki ezt nagy hatásokkal, reméljük nagy hatásokkal és jó hatásokkal el tudja ezt látni. Ők modernebb technikával dolgoznak, szintén melegködös úton fogják ezt megoldani, tehát gépjárműre szerelt ágyúval fogják kijuttatni a kémiai szereket. Egy fehér olajos technológiával, tehát a sokkal környezetkímélőbb technológia. És reméljük, hogy minden olyan időjárási esemény, ami befolyásol, ezt kedvezően fog hatni. Ugye a meleg az nem probléma, mert 15 fok alatt nem lehet szúnyogot írtani, de nem is nagyon van. Tehát ha meleg kell hozzá, csendes, tehát szélcsendes időjárás, mert a képzett ködnek minimum negyed óráig, de optimális esetben 45 percig a helyén kellene maradni. Hát most esténként meg sem mozdul a levegő. Ez így tökéletes időjárás a szúnyoggyérítéshez. 45 perc alatt ez a melegköd, ez a maik szúnyoggal találkozik, ezt elég szépen megoldja ezt a kérdést. Más kérdés, hogy egyéb repülő bogarakra és rovarokra is hat. Visszakanyarodva ez a csapdához. Rapságba esnek ezek a szúnyogok? Illetve az a kérdés, mennyi szúnyog van most ebbe az időszakba? Vagy mennyi csípés éri a delikvenseket, akik szabadban kénytelenek tartózkodni? Rengeteg. Nem is akarnám nagyon számokkal súlykolni itt az embereket. Elég tényleg csak kimenni. Vagy akár megnézni az éllábamat is, ugye én minden napot vagyok kint, és rengeteg szúnyog van. Maga a csapda amúgy úgy néz ki, hogy az örök mezőkre küldi át a szúnyogokat. Ugye van egy csali feromon a tetején, ami odavonza őket, és amikor közebe vannak, akkor az UV lámpa testek meg véginkább oda csalja őket, és az így lehúzza őket az alsó tároló lekezbe. Ez egy ilyen 40-50 centi magas gépet kell elképzelni. Van egy tiszti főorvosi ajánlás, nem mostani, ami óránként 30 csípést határoz meg, vagy ajánl, hogy a fölött, hogyha van csípésszám, akkor lehetőség van, illetve akkor kell írtani. Szerintem ez Baján meg haladjuk bármelyik este, ha kimegyünk a szabad területre, és még nem is kell a Petőfi-szigetre vagy a Sugópartra lemenni. Ezt szerintem a belvárosba is adott esetben meghaladhatja ezt a 30 csípés per óra számot a támadás. Én igen. Egy szakcikkben olvastam, hogy ugye csípés per fő per óra ez a mértékegysége, és ha egynél kisebb ez a szám, akkor nincs szúnyog, ezt gondolom nem meglepő, ha 2 és 10 között van, akkor enyhe, és 11, illetve 100 között erős a fertőzöttség, 100 fölött pedig elviselhetetlen. Nem tudom, kérnek szépen tippeket, hogy mennyi lehet a legtöbb, amit eddig mértek Magyarországon szúnyogból? Én nem tudom, de elképzelhető, hogy Baján mérték. Elképzelhető, hogy Baján mérték. Szerintem a 100 körüli érték az úgy többé-kevésbé. Én merészebb vagyok, tehát én 200-250-et is mernék mondani. Egy cikkben azt olvastam, hogy a 2013-as árvíz után 600-nál több csípést mértek percenként, és nem egy egész órán keresztül vizsgálják ilyenkor a delikvenseket, hanem 5-10 perces szakaszokban, de azt hiszem, hogy ez is hát komoly bátor cselekedet azért. A 2013-as év az minden szempontból nem
kiugró év volt. Én el tudom képzelni, mert ugye 989-es víz után azért eléggé maradtak pangóvizek, ahol nyugodtan szaporodhattak a szúnyoglárvák. Én el tudom képzelni 600-as csípés számot, és jó, nyilván ez szorzás, mert annyit nem tudom, hogy bárkinek is merném-e mondani, hogy egy óráig álljon kint és számolja a csípéseket. Ezek ilyen, tényleg ilyen 5-10 perces mérések. Amikor szerintem ezt a 600-as mérték, akkor még ennél is kevesebb volt, is felszorozták. Mi a helyzet ilyenkor Veránkán? Veránkán inkább az elviselhetetlen kategóriába tudnám sorolni. Ugye ez egy Natura 2000-es terület, tehát eleve korlátozottak a lehetőség, hogy hogyan gyérítjük és oldjuk meg a helyzeteket. A klasszikus módszerek, a fáklyák működnek ott is, a spirálok, illetve az, hogy a vendégek tudják fújni magukat különböző védőszerekkel. Valamint amikor a muskátlyukat ültettük, akkor beszereztünk ilyen szúnyog taszító, írtó növényeket is, és azok is kilettek telepítve. És azt kell, hogy mondjam, hogy az a rész nagyon jól működik, ez az üdülőházaknak a bejáratainál vannak, és ott lényegesen kevesebb tapasztalható, mint a területek, a többi területen. Úgyhogy ez a növény ez nagyon-nagyon bevált, úgyhogy ezt fogjuk még tovább telepíteni a jövőben is. A belvárosi területeken, bármelyikenről beszéltünk, hiszen nagyon sok helyen tartunk rendezvényeket, még a városháza udvarában is azt kell, hogy mondjam, hogy erős a szúnyogok jelenléte, hiszen ott közel vagyunk a sugóhoz, ez nem is annyira meglepő, de tényleg küzdünk ellene napról napra. Visszatérve az első kérdésre, tényleg sokkal egyszerűbb a kánikulát kezelni. Most gyártatom épp a harmadik párakapu, lesz kész a mai napon, és összes rendezvényünkön kint is van. Lehet, hogy ebből ilyen szúnyogírtót is lehet spriccelni, nem? Erre nem gondoltunk, de ezt akkor megvitatom a kollégákkal, nem rossz ötlet. Visszakanyarodva a Duna partjára, illetve Veránkára, mit mondanak a csanádiak, akik kint élnek a csanádi Duna parton gyakorlatilag? Nekik nincs valami különleges praktikájuk, vagy tudásuk, hogy lehet elviselni, azon kívül, hogy bemegy az ember? Kettő dolgot mondanak. Az egyik az, hogy most tényleg sok van, a másik az, hogy meg lehet szokni. Én ezt nem tudom, hogy hogyan lehet megszokni, én nekem még nem sikerült. Nagy különleges praktikák nincsenek. Sajnos ezek ilyenek valamikor egyikében több, valamikor kevesebb. Most tényleg én is azt mondom, hogy az átlaghoz képest több a szúnyog. Ezért is kellett nekünk is cselekedni valamit, hiszen a rendezvényeink sikere nagyban múlik ezen, meg a kánikulán is. Úgyhogy én örülök, hogy lesz további gyérítés. Én már, ahogy így Zoli mondta a dátumokat, már fejben gondolkodtam, hogy milyen rendezvények menekülhetnek így meg, és élvezhetőbb lesznek, úgyhogy hát bízom benne, hogy hatásos lesz. Egyébként foglalásokban jelent valamit ez a helyzet? Hát ugye a mi napi szintű rendezvény most az a foci EB, illetve hát nagyon sűrű a kerti mozi. Ott nem kell előre foglalni, mert már védettségi kártya sem kell, hál' Istennek a jogszabályoknak köszönhetően. Inkább az a tapasztalat, hogy például a legutóbbi mozinál, hogy eljönnek ki az emberek, mondjuk 6 órakor elkezdődik a mozi, és 7 óra 10-20 között megjelennek a szúnyogok, ilyenkor meg elkezdenek elszállingózni az emberek, teljesen érthető módon. Ezért is vásároltunk be most tényleg mindent, amit csak lehetett. Mindenféle szakmai ajánlás azt mondja egyébként, hogy nem csak az erre hivatott szervek feladata vagy jogköre a szúnyoggyérítés, mert hát írtásról ne beszéljünk, inkább gyérítésről csak, hogy mindenki a saját portáján vagy területén is nagyon sokat tud tenni azért, hogy csökkenjen a szúnyogszám. Akár növények telepítésével is, vagy mondom, ezek a pangóvizek megszüntetésével, hát, hogy odahaza 1500 négyzetmétert lefogó csapdát nem biztos, hogy vásárolnak az emberek, de kisebb füstölőkkel vagy akármikkel lehet azért védekezni ez ellen. Pekja a bajaiaknak, illetve akik itt élnek ezen a részen, ugye, hogy ezek a szúnyogok, amik mostanában vannak, ezek elég jól repülnek. És ugye általában észak-nyugati szél fúj a városban, illetve a környéken, és az a gemenc felől fúj. És én egy 2009-es, 2010-es anyagban olvastam, eléggé kicserélődött a szúnyog állomány, mármint a szúnyogfajok állománya. Régebben
hogy mondjam, a kevésbé agresszív fajok voltak jelen. Mostanában azért az agresszívabb fajok vannak, ezek a kifejezetten csípőszúnyogok, ez a akár a foltos szúnyog, vagy a gyötrőszúnyog nevében is benne van, hogy ezek azért... Mindegyik az, nem? Nem. 45 csípőszúnyogfaj van Magyarországon. A 3500-ból, amit körülbelül, tehát 45 faj van, és ebből 20-25 az olyan, ami embert keres. Mert ugye a szúnyogok szaporodásához vér szükséges, illetve a vérnek egy alkotó része. Néhány szúnyogfajta megelégszik az állatvérével, néhány meg nem, ők az agresszívekbek, és ők embert is csípnek. Mi vagyunk azok az állatok. Ezek szerint már a szúnyog se a régi. Egyébként az önkormányzat és a katasztrófavédelem között van valamiféle párbeszéd arról, hogy mikor kell, vagy érdemes gyéríteni? Van párbeszéd. Bocsánat. Illetve a katasztrófavédelem mely részével? Helyiekkel, megyével, Budapesttel, kivel kell kommunikálni? Ezt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyik szerve koordinálja. Két konzorciumot bíztak meg az egész ország területén, ők végzik ezt a munkát. Van a katasztrófavédelemnek honlapja, ott mondanám, hogy rendszeresen kiteszik azokat a területeket hetes bontásban, ahol meg lehet ezt nézni, de például most a jövő hét még nincs kitéve. Viszont már kaptunk értesítést, hogy 28-ára fognak újabb szúnyoggyűrítést tervezni Bajára, illetve a környékére, tehát Érsek-Csenád, Baja, és a 14-éhez hasonló területre. Reméljük, addigra már ki lesz gyérítve a környék. Mi is azt reméljük, hogy ez rásegítés lesz a mi terveinkre. Hát majd az élet megmutatja, hogy esetleg vasárnap egy enyhe szellő nem hoz be 10 milliárd szúnyogot a gebencből. De reméljük, hogy azt meg a hétfői katasztrófavédelmi gyérítés van. A településeknek van lehetősége arra, hogy kérjenek sűrítést, vagy sűrűbb szúnyoggyérítést, vagy ne kérjenek szúnyoggyérítést. Hanem fizessenek saját maguk. Hanem akár saját anyagi eszközeikből oldják meg. Nyilván ez kevés település választja. Mi próbáltunk szúnyoggyérítést kérni, de azt a választ kaptuk, hogy ütemterv szerint és szakértői javaslat alapján dolgoznak, tehát nem áll módjukban jelenleg többször szúnyogot gyéríteni. Mondom, ennek ellenére hétfőn jönnek, tehát lehet, hogy hatásos volt a kérésünk. Csak közben mi már megszerveztünk egy szúnyoggyérítést. Erről nekem az jut eszembe, hogy nem is tudom, lehet, hogy 20 évvel ezelőtt egy alkalommal, egy ilyen nagyon szúnyogos időszak után, akkor talán épp egy, talán pécsi irodában döntöttek arról, hogy lehet-e Baján gyéríteni, vagy írtani, és én ott beszéltem egy illetékessel, aki azt mondta, hogy szerinte nincs olyan helyzet a Duna mentén, hogy ilyen beavatkozást kellene csinálni, és erről majd Dunafürdőn fognak tartani egy sajtótájékoztatót. A meghívó mai napig nem érkezett meg arra a rendezvényre, valószínűleg nem mertek eljönni a sok szúnyog miatt. Emiatt is kérdezem, hogy azt nem lehet kezdeményezni, hogy a helyi katasztrófa védelmi szerveknek valamiféle beleszólása legyen, mert ők legalább itt vannak és tudják, hogy mi a valós helyzet. Mi a helyi katasztrófa védelmi szervek kirendeltsége, nagyon jó kapcsolatban vagyunk, nagyon sokszor szoktunk velük beszélgetni többek között erről is, de sajnos a döntéseket a főigazgatóságon, illetve az ellátóközpontban hozzák. És hát én hajlamos vagyok elhinni, hogy ott szakértőket kérdeznek meg erről, csak szerintem a szakértők nem utaznak le Bajára, illetve itt a Gebenc környékére, hogy itt ténylegesen mi a helyzet. Erről nekünk nincs információ. Értem, tehát parancsért tettem, kérek engedélyt. A katasztrófavédelem egy hierarchikus szervezet, tehát előfordulhat. Mondom, a helyiekkel, de a helyieknek meg nincs ráhatásuk erre, legfeljebb ők is csak jelenthetnek fölfelé, hogy hát egy picivel nehezebb a szúnyog helyzet a szokásosnál. Nem tudjuk, lehet, hogy ennek a hatása a hétfői gyérítés. Mennyibe kerül ez a önként vállalt gyérítés? Bruttó majdnem 5 millió forint. 2014-es adat volt, akkor az egész városra kiterjedő gyérítés nettó 2 millió forintos tétel volt. Ezek szerint az infláció... Kicsit emelkedtek az árak. Most mi a felső határértékes
gyérítést kértük, tehát 1500 hektáron fognak írtani, és 0,8 liter per hektár dózisban fogják kiszórni ezt a hatóanyagot, a gyérítőanyagot, ez egy idegméreg. És gyakorlatilag ez a felső határa, vagy a felső határhoz közeli. Nincs üzleti lehetőség a szúnyogban? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy meg kéne hirdetnünk egy ilyent, hogy jöjjön Bajára, itt csípjük a turistákat. Szerintem máshol is a környéken hasonló helyzetek vannak. Érsekcsanád és Veránkáról ugye már beszéltünk. Meglátjuk, mi gondolkodunk ezen, hát ha valami jó kis rendezvényt erre rá lehetne húzni. Én nagyon bízom benne, hogy ettől függetlenül holnapi türkilátonás kanzene lévő rendezvényünket nem fogják nagyon a szúnyogok el lehetetleníteni. Ha már 40 fok lesz, elég az nekünk. Szedjünk még össze néhány praktikát azon kívül, hogy az ember otthon ezeket a pocsétákat próbálja megszüntetni az időjárása együttesen. Hát nagyon praktikát én nem tudok javasolni. Nyilván, hogyha mondjuk én társasházban lakom, de nyilván kertes házban lakom, és ha én is mindent megteszek, beültetem növényekkel, szúnyogcsapdát csinálok, fákját teszek ki a szomszédból, még akkor is oda fognak jönni a szúnyogok, lehet, hogy kevesebben, de oda fognak jönni a szúnyogok. A teljes írtás az reménytelen, tehát azt mindenféle okokból, táplálkozási lánc és egyéb okokból sem lehet megcsinálni. Ugye a fecskéket szokták mondani, hogy már is kevesebben vannak a fecskék, lényegesen kevesebb a fecskeállomány, mint volt. A fecskeállomány az ugye ebből a szúnyog szempontból ragadozónak számít, mert a szúnyogokat ők írtják természetes úton. A fecskék kevesebben vannak, a szúnyogok szaporodnak. Nem tudok igazán jó módot. A biológiai írtás lenne, ami esetleg sokkal nagyobb hatásfokú lenne, mert a kémiai írtások a kifejlett szúnyogokat célozzák. A biológiai írtás az a lárva állapotban. Tehát ott nem kelnek ki a szúnyogok. A kémiai írtásnál egy meglévő, lehet, hogy már embert megcsípett szúnyogot, aki már le is rakta a petéket, már lehet, hogy a lárva állapotban is van, azt írtjuk, vagy azt gyérítjük. A biológiai írtásnál a lárvákat célozza meg a biológiai írtás, de ez meg egyrészt sokkal drágább, másrészt meg a hatásfoka, nem tudok más mondani, a gemenc miatt nem biztos, hogy elhozná a kívánt hatást. Egyetlen fel lehetne mérni a gemencbe, hogy merre vannak ilyen lárvaházak? Mindent fel lehet mérni. Mondom, utoljára Baján 2009-ben, 2010-ben volt felmérés. Ott a gemencet nem is említették, úgy említették meg, hogy és a gemenc, de a Nagypandúr-szigetet, a Petőfi-szigetet, a Livodát említették, mint nagy szúnyogkeltetőt, hogy az biológiai szempontból azt kellene kezelni. Ez akkor meg is történt, többé-kevésbé sikeres módon. Csak hát ezeket ugye le kell jönni szakembereknek, szúnyogcsapdákat kell kihelyezni, számlálni kell, időszakokat összehasonlítani, meghatározni azokat a területeket, ahol lehet biológiai írtást végezni. Ugye itt a természetvédelmi területek, Natura 2000-es területek eleve nehezebben jönnek szóba, mert vagy nem adják ki az engedélyt, vagy nehezebben adják ki az engedélyt. Aztán vannak még ilyen apróságok, hogy vizektől való védőtávolság is van, bármilyen szúnyogírtás tekintetében, akár légi szúnyogírtás, akár földi szúnyogírtás, akár melegködös, akár UV-s írtás, tehát nem lehet vízfelületen, mert ugye a vízfelületen az a parafin származék olaj, ez beteríti mindent, és nem jut levegőhöz ott semmi. Gyakorlatilag igaz, hogy a szúnyog lárva se, de más sem. Tehát ez, vannak ezért védőtávolságok különböző élővizektől. Nem tudok praktikát. Engem nagyon szeretnek a szúnyogok, van olyan ismerősöm, aki egymás mellett ülünk, és rá egy szúnyog se száll rám száz. Nem tudom, hogy mi a
mi az igazi megoldás. Van-e szándék arra, hogyha ne adj Isten ez az akció nem vezet eredményre, akkor esetleg egy újabb hasonló, önerős, még ha drága is írtást a város bevállal? Szándékunk van. Anyagi forrás is kell hozzá. Nyilván, hogyha nagyon olyan lesz a helyzet, akkor rendelünk mellé, az önkormányzat rendel mellé anyagi forrást. Egyeztettünk el nekünk az Istvánnal, illetve a szervezőkkel, a marketinggel, hogy milyen rendezvények lesznek, hol lesznek ezek a rendezvények, akkor éppen milyen helyzet lesz. Az is lehet, hogy ez a nagy meleg miatt két hét múlva itt egy 4 darab szúnyog lesz hektáronként, óránként, és bármilyen mértékegységet mondhatnék. Nagy rendezvények előtt azért szeretnénk valamit enyhíteni ezen a dolgon. Milyen nagy rendezvények vannak a nyárra ütemezve? A legnagyobb az augusztus 13-14 Queen Vivi Rákjú Szabadtéri Színház. A jelenlegi jogszabályok értelmében is megtartható. Ugye ez egy 3200 fő per alkalom a kapacitás, tehát ez egyértelműen nagy rendezvény. A halfőzőben ugye most csak városrészi, ami működőképes a jogszabályok értelmében, az 6 helyszínen fog zajlani. Már tartanak is a regisztrációk, viszont ott változás, hogy megjött pont ma Müller Ceciliától a legújabb állásfoglalás, mert mi időnként kérünk újabbat és újabbat, sőt igazából hetente vagyunk már levelezésbe vele, és most már nem kell védettségigazolvány a városrészi halfőzéshez sem. Ez mindenképp egy nagyon jó hír, de ez nem... De ugyanúgy lekerített területeken? Igen, tehát ugyanúgy a kontroll azért meg kell, hogy legyen. Ez alkalma helyenként 500 személyben? Igen, tehát ez nem került feloldásra egyenlőre. Megteszünk mindent, éppen a hatályos jogszabályok értelmében. Ahogy szoktam mondani, mindig ABC tervet gyártunk az összes rendezvényre. Bízom benne, hogy ez a B verzió el fog tudni menni, hiszen minden helyszínen fellépők lesznek, minden helyszínen büfészolgáltatás van. Ha még kicsibe is, de valamit, akkor meg tudunk csinálni. De mondom, a legnagyobb az a Queen lesz augusztus 13-14. Hát akkor reménykedjünk az időjárásban, bízunk abban, hogy a forróság is segít csökkenteni a szúnyogszámot, és nem a fagy oldja meg ezt a problémát. És örüljünk annak is, hogy nincsen bögői invázió ebben az évben, talán ha pozitívan állunk a világ dolgaihoz. Ez még úgy hiányozna. A bögői invázió. Pár éve volt baján, nem volt kellemes. Az sem volt kellemes. Az sem. Reméljük, hogy nem csak melegködös védekezést tudunk csinálni a következőkben. Engedélyezték a légi írtást, és itt majd megnézzük az árakat, a lehetőségeket, mert azért az sem mindegy, hogy egy ilyen gyérítés mennyibe kerül. A katasztrófavédők egyébként hányszor jönnek bajára ebbe a szezonban? Arról van-e valamiféle előzetes információ? Hát akkor... Értesítéseket kapunk, hogy valamikor jönnek, illetve hát ha szerencsénk van, akkor időben kiteszik a honlapra, és onnan tudjuk nézni, hogy éppen mikor van baja beosztva. Nem tudjuk, hogy ebben az évben. Hát ha ez a fajta ritmus állandósul, akkor 2 hetente fognak jönni. Ha nem állandósul, akkor nem tudjuk, hogy mikor fognak jönni. Inkább ők repkedjenek fölöttünk, mint sem a szúnyogok, mert... Nem csípjük a szúnyogokat, ők csípnek minket. Hölgyeim és uram, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva újra egy asztalnál, másik asztaltársaságban. Viszontlátásra!